Hogyha szeretnél egyedi képeket létrehozni, és szeretnél túljutni azon, hogy mások által készített festményekről másolsz, vagy fényképekről készítesz képet, akkor a kollázs technika az neked való. Mi is az a kollázs? A kollázs az egy olyan művészeti alkotás, amikor különböző anyagokból állítanak össze egy képet. Mik lehetnek ezek a különböző anyagok? Fa, papír, fém, textil, számos dolog, aminek egymásra ragasztásából készül el a kép. Na de, mi nem azt szeretnénk, hogy ezeket a különböző anyagok egymásra ragasztásából készítse el egy képet, hanem azt szeretnénk, hogy ötvözd ezt a kollázs technikát a realisztikus festészettel, és hozzál létre olyan egyedi alkotásokat, amikor egy referencia fotóból a saját ötleted alapján alakítasz át egy képet, és így születik meg az az egyedi alkotás, ami csak a tiéd. Megkülönböztetünk a kollázsok között kétdimenziós és háromdimenziós kollázsokat. Ebben a tananyagban mind a kettőre mutatunk kettő-kettő példát, és még számos ötletet arra, hogy hogyan tudod, milyen eszközök, anyagok felhasználásával tudsz kollázs technikával készített képet készíteni, és sok-sok tanítványunk által készített képet is bemutatunk neked ebbe az oktatóanyagba. Hogyha megtetszett a kollázs, és szeretnél saját egyedi képeket létrehozni, akkor rendeld meg a tananyagot, és várunk a képernyő előtt szeretettel.